Jó estét kívánok! Tegnap késő este puccskísérlet kezdődött Törökországban, és a kísérlet kísérlet is maradt. A hatalom átvétel nem sikerült, a puccsot néhány óra alatt leverték, és az éjszakai káoszt felváltotta a nappali bizonytalanság. A puccs kitervelőit és végrehajtóit elfogták, a lázadást pedig brutálisan megtorolták és torolják. Szörnyű képek érkeznek kétségbe esett katonákról, akiket a tömeg meglincselni készül. Egy valaki járhatott jól ezzel a puccskísérlettel, maga Erdoğan, aki az elemzők szerint leszámolhat az ellene szervezkedőkkel. Mi lesz Törökországgal és Európával? Erről beszélgetünk ma a nap hírében, és most nézzük, mi is történt az éjszaka. A megszokott nyáresti nyüzsgés helyett káosz és zavar uralkodott a török utcákon péntek este. A hadsereg néhány csoportja ugyanis hirtelen kivonult Ankara és Isztambul utcáira tankokkal és felfegyverkezett katonákkal. Nem sokkal később a felkelők elfoglalták a köztévé székházát, ahol bejelentették, puccsot hajtanak végre. A riporternő felolvasta a lázadók nyilatkozatát, amelyben kifejezték, a demokratikus rend megőrzése érdekében átvették a politikai hatalmat. A lázadó katonák tankokkal vonultak fel Isztambul két fő hídjára, és több utat is lezártak. Elfoglalták a két város főbb stratégiai pontjait, például a reptereket, ahol beszüntették a légi közlekedést. Ezen kívül túszul ejtették a török vezérkari főnököt is. Alig néhány órával az események kezdete után Recep Tayyip Erdoğan mobiltelefonos videóhíváson keresztül szólt népéhez. Az elnök arra kérte híveit, hogy menjenek ki az utcára és álljanak ellen a puccsnak. Erdoğan felhívása sikeres volt. Több ezer ellentüntető vonult az utcákra, hogy megrohamozzák a tankokat. Több helyen verekedések is kitörtek. Időközben visszatért Isztambulba Erdoğan elnök is, ahol hívei előtt elmondta, a puccsot leverték, az abban résztvevőkön pedig bosszút fognak állni. Korvin Tiborral, az ATV külpolitikai szakértőjével fogunk most beszélgetni. Nyilván az első kérdés az az, ami szerintem minket, magyarokat a legjobban érdekel, hiszen nagyon sokan vannak az ismeretség baráti körünkben olyanok, akik Törökországban nyaralnak. Mi lesz most velük? Ugye tegnap lezárták a repülőtereket, most mi a helyzet? Szervusz Gergő, üdvözlöm a nézőket! A hivatalos hírek szerint a Turkish Airlines-nak a járatai már elindultak, tehát menetrend szerint kellene, hogy közlekedjenek. Ehhez képest a híroldalakon megjelenő helyszíni beszámolók arról szólnak, hogy még mindig elképesztő tömegek vannak a repülőtereken, több ezren várják a gépüknek az indulását, és ami viszont a rosszabb, hogy nagyon sokan fölrótták a légitársaságnak, hogy az éjszakát gyakorlatilag úgy kellett tölteniük a reptéren, hogy semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy mikor fog indulni a gépük, vagy hogy egyáltalán el fog-e indulni. Állítólag a Turkish Airlines-nak a személyzete egyszerűen eltűnt a repterek a reptérről, és bizonytalanságba hagyták az utasokat. A fapados Pegasus légitársaságnak a járatai is elindultak, ott kisebb késésekkel kell csak számolniuk az utasoknak. További érdekesség, ez már nem a turisztikai részre tartozik, de Vladimir Putyin elrendelte az orosz járatok törlését, tehát minden Oroszországból Törökországba irányuló járatot töröltek, és katonai összefüggésében pedig azt tudnám elmondani, hogy felfüggesztette az Egyesült Államok az összes katonai hadműveletét, amit az incsirliki légibázisról indítottak, egész egyszerűen azért, mert lezárták a légteret, így megállt most jelenleg az Iszlám Államnak a bombázása Szíriában és Irakban. Beszélgessünk egy pár szót arról, hogy kiket vádolnak a puccskísérlet elkövetésével. Sok név bekerült a köztudatba, sok névről írt a sajtó, de kik azok, akiket valóban megnevezhetnek, vagy megneveznek, mint a puccskísérlet kitervelőit? Két névről van most szó, valóban, ahogy mondtad. Az egyik Akin Öztürk, az a török légierő korábbi parancsnoka, egyébként most már nyugdíjban van, de tiszteletbeli tagja a legfőbb katonai tanácsnak. Őt tartják talán az első számú felelősnek, de persze ezek még nem teljes biztonságú hírek. És van egy Metin Idil nevű szintén magasrangú katonai vezető, akit letartóztattak. Ők kettőjüket vádolják leginkább, és itt mondanám el, hogy van egy érdekes, talán inkább az összeesküvés elméletek kategóriájába tartozó cikk, amit a Sputnik nevű orosz hírügynökség török változata adott ki. Ők azt állítják, hogy a novemberben történt incidens, amikor is ugye a török légierő lelőtt egy orosz vadászgépet,
köze lehet a mostani puccshoz ennek az incidensnek. Ők azt írják, hogy az a török katona, aki lelőtte az orosz vadászbombázót, most megijedt attól, hogy az orosz-török kapcsolatok elkezdtek rendeződni, és attól tartott, hogy esetleg most már a török igazságszolgáltatás kiadhatja Oroszországnak, és ezért belekeveredett egy ilyen puccsba. De még egyszer mondom, ez inkább az összeesküvés elméletek kategóriája. Nem tudom, te, mint rutinus külpolitikai újságíró, mennyire sokkolódtál azoktól a képektől. Engem, megmondom őszintén, elképesztettek azok a felvételek, amelyeken ezeket a katonákat, akik a puccsban részt vettek, hát gyakorlatilag meglincselni készült. Hogy áll most a megtorlás? Hiszen nyilván ezt Erdoğan is már este, éjszaka kilátásban jelzte, hogy a legsúlyosabb büntetéssel állnak szemben azok, akik ebben a puccs kísérletben vagy lázadásban részt vettek. A legsúlyosabb szó az jelen esetben a halálbüntetést is jelentheti, mert Törökországban ugyan most nem működik a halálbüntetés rendszere, de azt már többen vezetőbeosztású kormánytisztviselők megemlítették, hogy elképzelhető, hogy egy átmeneti időszakra ezt visszavezetik, és halálbüntetést is kiszabhatnak a puccsban résztvevő emberekre. Ez az egyik része. A másik, amit meg pontosan, amit mondtál, Gergő, hogy nem csak készültek, vagy készülnek megverni ezeket a katonákat, hanem nagyon sok incidens is történt már, ahol bizony csúnyán elbántak a katonákkal. Tele vannak a nemzetközi hírügynökségek olyan fotókkal, hogy egyszerűen véresre vannak verve a katonák, földön fekszenek, és a földühödött tömeg, tehát több százan vernek embereket. Egy nagyon csúnya eset is napvilágra került, azt állítják, hogy az egyik katonát még le is fejezték. Tibor, nagyon szépen köszönöm, nem sokára folytatjuk más témában, most pedig Kis Benedek Józseffel folytatjuk. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Volt egy pár percünk itt szóba elegyedni még a műsor elején, vagy előtt, és arról beszélgettünk, vagy azt tette föl kérdésnek felém, hogy ez puccs, lázadás, mi a különbség a kettő között? Mi az, amit elmondhatunk erről? Tulajdonképpen rosszul használunk akkor most egy kifejezést ezek szerint. Hát, ahogy indult, az már kezdetben is azt mondták a törökök, hogy puccs kísérlet, tehát nem puccs, ami ugye kevesebb. A kísérlet el is bukott, tehát nem lett belőle semmi. Most már inkább gyakrabban azt a kifejezést használják, hogy lázadás. Aztán még ez lehet kapcsolni még egy harmadik kifejezés is, a zendülés, amikor a katonák fellázadnak valami ellen. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy nem a hadsereg felső vezetése, hanem a második vonal készítette elő ezt az egész tevékenységet. Nem a Sputnik által közzétett dolgok a lényegek, és nem ez a mozgatórugó, régóta készültek erre. Erdoğannak politikáját a hadseregben nem nagyon szeretik. A hadseregben alapvetően a kemalista vonalat követik, annak ellenére, hogy nagyon sok a muzulmán, főként a muzulmán katonák száma a legmagasabb a török hadseregbe. Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy az Erdoğan politikájának a mellőzése miatt keletkeztek némi ellenmondások. Tudnék, Erdoğan nagyon sok embert eltávolított a hadseregből. Ezek között olyan katonai vezetőket, akik szemében a személyek rendkívül szimpatikusak voltak. Úgy néz ki, hogy előkészítettek egy újabb tisztogatási akciót augusztusra. Most ezek az emberek voltak benne a szervezők között, és sajnos szomorú dolgok történtek, a kis katonákat megtévesztették, és azt mondták nekik, hogy gyakorlatra mennek. Ez azt jelenti, hogy nem is volt maga a puccs kísérlet, vagy lázadás, vagy zendelés, mutak mindegy, hogy fogalmazunk, jól előkészítve? Tehát itt egy sokkal ezt, jobban fel kellett volna ezt építeni? Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem volt rendesen előkészítve. Ez tulajdonképpen majdnem olyan, mint egy öngyilkos merénylet, mert ez felé az öngyilkossággal, amit ezek csináltak. Teljesen világos volt már az elején, hogy ezt gyorsan le fogják verni, és ez sikerült 10 óra alatt leverni. Lehetett látni azt, hogy a pártok nem álltak mögé, sem a kormánypártok, sem az ellenzékiek, és főleg nem a nép. Tudjuk azt, hogy Erdoğannak a támogatottsága meglehetősen jó, ismert, hogy szabadságon tartózkodott, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a tevékenység tulajdonképpen két nagyvárosra összpontosult, Ankarára és Isztambulra. Törökország többi városában, többi területén nem történt semmi. Na most ennek persze nagyon nagy a belpolitikai eseménye, mert igen sok embert ugye őrizetbe vettek, nagyon nagy káosz alakult ki, de most már ez kezd rendeződni, viszont amit már a bejátszásban is említettek, ezután következik a felelősségvonal és a tisztogatás. Tehát most ezzel, hogy ez az esemény bekövetkezett, gyakorlatilag a politikai vezetésnek lehetőséget biztosítanak arra, hogy igencsak lefejezze a hadsereget, ami már több alkalommal előfordult. Erre egy példát tudnék mondani. Ugye most a vezérkari főnököt a lázadók letartóztatták, vissza, utána kiszabadították, de nem a
hadsereg szárazföld erejének parancsnokát nevezték ki, vezérkari főnöknek, ami egy gyakorlat Törökországban, hanem egy volt katonai parancsnokot, tehát egy katonai körzetparancsnok lett a vezérkari főnök, ami nem gyakorlat. Ez mutatja azt, hogy itt nagyon kemény átalakítás lesz, és komoly személyváltozásokra fog sor kerülni. Erdogan kínosan fog ügyelni arra, hogy a hozzá közel álló emberek kerülnek vezető pozícióba. Ugyanakkor nemzetközi szempontból az nem egy szerencsés dolog, hogy a hadsereg gyengülni fog a jövőben. Márpedig a török hadsereg gyengülése nagy baj. Erről mindjárt beszélünk, de mi lehet az oka annak, hogy két városra korlátozódott mindez? Hiszen a szervezők ezek szerint rosszul szerveztek, vagy féltek több embert beavatni ebbe az ügybe? Vajon? Ez is benne van, hogy féltek több embert beavatni, mert azért tudott róla a vezetés, tehát tudtak, hogy valami készül, nem tudták pontosan, hogy mikor, de katonai erők ugye a fővárosra, illetve Isztambul környékére összpontosulnak. A többiek meg azért elég tisztességesen el vannak foglalva, mert ugye a keleti területen a kurdok ellen harcolnak, déli-délkeleti területen ott van Szíria, tehát a hadsereg elég tisztességesen le van kötve és igénybe van véve. Hát aki még ebben az egész tevékenységben részt vett, az a csendőrség. A csendőrség ugye alapvetően a belügyminisztérium irányítása alatt van, de hadsereghez is tartozik, háborús esetben pedig egyértelműen hadsereg alá kerül. Mindig szoktuk azt puffogtatni így a médiában, hogy Törökország hadsereg a második legnagyobb a NATO-n belül. De mit jelent ez konkrétan? Ez csak létszámban jelent nagyságot, vagy hadrafoghatóságban is, hatékonyságban is nagyságot jelent? Ez létszámban, fegyverzetben, hadrafoghatóságban, harci tapasztalatokban, ellátásban jelenti azt, hogy a NATO Amerika után legerősebb hadserege. Létszáma durván 500 000, ami azért nem kevés. Sorozott hadsereg is van, a haditechnikai eszközei a legmodernebbek közé tartozik, folyamatosan fejlesztik, a költségvetésben bőségesen kap pénzt a hadsereg, tehát ők nem palaszkodhatnak túlzottan, hogy nincsenek rendesen ellátva, és harci tapasztalatokkal rendelkeznek, gondoljuk a kurdokra, meg gondoljuk a Szíria helyzetre. Még egy rövid kérdést engedjen meg, ez azt jelenti ezek szerint, hogy aki a hadsereg, azért lehet a hatalom is Törökországban, hogyha meg tudja szerezni a hadsereg mondjuk majdnem teljes részének támogatottságát, akkor ott senki nem száll szembe vele. Ez egyértelműen így van. Nyilván, aki a hadsereg urai, az a hatalmat is birtokolja. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezeket. Köszönöm szépen, kérdés. Nem ez volt az első pucskísérlet Törökországban. Volt néhány ennél erősebb is, meg sikeresebb is. Most ezekről következik egy rövid összefoglaló. A katonai puccsoknak szinte nemzeti hagyománya van Törökországban. 1960 óta 4-szer döntötte meg a hadsereg a kormányt. Szakértők szerint a hadsereg mindig is a szekuláris eszmék védelmezőjeként lépett fel, hogy így akadályozza meg a politika iszlamizálódását. Erdoğan elnök éles konzervatív irányvétele pedig sokakat zavart. Az elnök az utóbbi években egy centralizált elnöki rendszer kiépítésén kezdett el dolgozni. Ezt szolgálta korábbi miniszterelnökének, a hozzá kevésbé lojális Ahmet Davutoglu-nek a menesztése is, valamint egy új alkotmány kidolgozása, amely sokkal nagyobb kontrollt adna a kezébe. Sokan bírálták az elnököt, amiért az utóbbi hónapokban megsokszorozódott az ellenzéki sajtó elleni fellépés, illetve sokak szerint folyamatosan számolnak le a rendszerkritikusokkal. Ezek a történések polarizálták az országot, két csoport alakult ki. Az elnök támogatói, illetve azok, akiket zavar Erdoğan iszlamista és erősen autokratának tartott hatalomgyakorlása. A hadsereg bizonyos csoportjai is az utóbbi kategóriába tartoznak. Erdoğan és a hadsereg viszonya már évekkel ezelőtt megromlott. Az elnök korábban szisztematikus tisztogatásokat hajtott végre a vezetőségben. Több száz tábornokot és katonai vezetőt tartóztattak le az évek során, puccsista vádakra hivatkozva. Korvin Tiborral folytatjuk. Beszéltünk az előbb, elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mit szóltak a nemzetközi életszereplői arról, ami történt éjszaka Törökországban. Mik voltak a legfrissebb reakciók? Mielőtt válaszolnék a kérdésedre, elmondom a legfrissebb hírt, ami 3 perccel ezelőtt érkezett, hogy letartóztatták a török alkotmánybíróságnak az alelnökét. Ez azért fontos, mert ő a legmagasabb rangú jogi személy, akit eddig őrizetbe vettek a puccsal kapcsolatban. És akkor válaszolva a kérdésedre, az AP hírügynökség írta, hogy a Hamas palesztin terrorszervezet vezetői gratuláltak Recep Tayyip Erdoğannak, hogy legyőzte az ellene készült puccskísérletet. A gázai övezetben a palesztinok az utcákon ünneplik ezt a győzelmet.
Ennek az áll a háttérében, hogy Erdoğan az elmúlt években ugye élesen támogatta és kiállt a Hamász mellett, és ezzel párhuzamosan bírálta Izraelt. Persze ez az elmúlt hetekben, hónapokban megváltozott, de azért az elmúlt években ez határozta meg a Erdoğan politikáját. Irán is bejelentette, hogy támogatja a török kormányt, és gratulált a puccskísérlet leveréséhez. Annak ellenére, hogy Szíriában ugye komoly nézeteltérések vannak a két ország között, hogy a Teherán az Assad rezsimet támogatná, Ankara pedig ellenzi. Megszólalt Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldali párt vezetője is. Ő a törökországi eseményekkel kapcsolatban a határellenőrzések szigorítását kérte. Azt mondta, hogy most már az iszlám fundamentalizmussal szemben igazi háborúra van szükség, és nem csak a szavak szintjén. A puccs szervezői közül többen Görögországban, mi meglepő, Görögországban menekültek. Róluk mit tudni most? Igen, ugye egy Black Hawk helikopterrel ment át 8 katona Görögországban. A törökök rögtön kikiáltották őket hazaárulónak, és felszólították Athént, hogy adja ki őket, tehát küldjék őket vissza Törökországba. Az az érdekes, hogy ellentmondásos hírek jelennek meg ezzel kapcsolatban, mert a törökök állítják, hogy már megegyeztek a görög kormánnyal, és ki fogják őket adni, de hivatalos görög forrásból ugyanakkor ez még nem lett megerősítve, tehát még nem lehet tudni, mi lesz a sorsuk. Annyit tudunk, hogy egyébként a katonáknak Törökországban van családjuk, tehát gyerekes családapákról van szó. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Köszönöm. És most pedig nézzük meg, hogy ki is az az Erdoğan, akiről annyit beszélünk. Mi itt Magyarországon viszonylag keveset tudunk róla, most megpróbálunk ezen segíteni. Recep Tayyip Erdoğan a világ egyik legbefolyásosabb és egyben legmegosztóbb politikusa. Politikai karrierét az iszlamista Nemzeti Üdvösség pártja tagjaként kezdte, ám a pártot az 1980-as katonai puccs után betiltották. Az államcsíny alatt Erdoğan könyvelőként és menedzserként dolgozott a magánszektorban. Egyetemi diplomáját üzleti adminisztrációból szerezte 1981-ben. 1984-ben Isztambul Beyoğlu negyedének polgármesterévé választották. Valódi hatalmat csak 10 évvel később szerzett, amikor 1994-ben Isztambul polgármesterének választották. Sokan aggódtak, hogy iszlamista világnézete miatt számos szigorítást fog életbe léptetni. Végül nem igazolódtak be a félelmek. Erdoğan a kritikusai szerint is hozzáértő és okos vezetőnek bizonyult, aki zöldebbé tette a várost és az infrastruktúrát is fejlesztette. 1997-ben az államberendezkedéssel szembeni izgatás miatt 10 hónapos börtönbüntetésre ítélték, amiből 4-et le is töltött. Le kellett mondani a polgármesteri mandátumáról, és eltiltották a politikában való részvételtől is. 2001-ben alapította meg az Igazság és Fejlődés pártját, az AKP-t. Az AKP hamarosan Törökország legerősebb pártjává vált, és 2003-ban Erdoğant miniszterelnökké választották. Vezetés alatt Törökország felvirágzott és visszanyerte a térségben a középhatalmi státuszát. A katonaság 1960 óta 4 kormányt is megbuktatott, Erdoğan viszont több, korábban magasrangú katonai tisztet is börtönbe juttatott. Kritikusai szerint Erdoğan olyan, mint egy szultán, aki az oszmán időket szeretné visszahozni. Erre utal, hogy az iskolákban bevezette az iszlám hittant, a tananyagban pedig nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oszmán kor oktatására is. 2014-ben Törökország elnökévé választották, ugyanabban az évben felépítette magának a világ legnagyobb palotáját. Az épület több mint 152 milliárd forintba került, nagyobb, mint a Kreml vagy a Buckingham palota. Tarik Demirkánnal folytatjuk, jó estét kívánok, üdvözlöm. Olyan sok szcenárió elhangzott már itt különböző műsorokban, különböző televíziókban, különböző országokban, hogy mi állhat a háttérben, mi állhatott a háttérben tegnap este. Önnek mi a véleménye? Hát mindenek előtt le kell szögezni, hogy nagyon jó, hogy nem sikerült ez a puccs vagy puccs kísérlet, mert hogy Törökország, ha valaki tudja, az Törökország, hogy puccs mivel jár. 20. században egymásnak 4-szer és több százezer ember bebörtönzése, sok ember halála, stb. Törökország mindig pucsokkal veszítette a jelenlegi, akkori tekintélyéből, gazdaságából, meg mindenből. De visszatérve tegnap estére, ez kicsit fura. Tehát ez egy olyan pucskísérlet volt, ami
egyikkel se egyezik össze törökországi pucskísérlet, illetve pucsokkal. Eleve úgy volt, hogy ez nem fog sikerülni, mert hogy hallottam előttem is elemeztek ezt a témát, de meg kell mondani, hogy a török hadseregnek akkor van esélye pucsot végrehajtani, hogyha intézményként tud működni országszerte és mindenütt egyszerre, mert a hadseregnek hatalmas apparátusa van. Annak, hogy hadseregen belül egy marokni tiszt és köztük tábornak sincs, illetve nyugdíjozott katonák vannak, pár helikopterrel, pár tankkal, két városban semmi esélye nincsen. Ha valakinek tudnia kell, azok ezek a tisztek voltak, akik elindultak, ezek öngyilkos esemény volt. De akkor miért? Mi az értelme? Tudni kell még valamit. A pucsnál Törökországban, mint minden gyakorlatban, nem csak stratégiai pontokat foglalnak le, mondjuk hidakat, repülőtereket, de elsősorban politikusokat, állami vezetőket, tehát embereket, akik esetleg egy pucs ellenes megmozdulást megszervezhetnek. Törökországban ez nem történt, Törökországban az történt, hogy állami tévét pucsisták elfoglaltak, de ugyanakkor sokkal több nézőt magához vonó isztambuli tévéket, kereskedelmi tévéket, hírcsatornákat nem. Adás ott végigment, és azon keresztül mozgósítottak tulajdonképpen politikusok, a kormánypártiak, ellenzékiek is. Egymásnál nyilatkoztak, hogy puccsal nem értenek egyet, és megfordult a kocka. Egyébként tehát a hadseregnek a jelentős része ellene lépett. Hogy miért? Hogy miért történhetett? Ez az igazi kérdés. Az Independentben volt egy mai hír, anyag, ami összeesküvés elméleteket sorol, és ezek között van olyan is, hogy Törökországban sokan azt védik, azt szorgalmazzák, hogy azt próbálnak magyarázni, hogy ez a pucs egyértelműen a jelenlegi politikai hatalom érdekét szolgálta. Mert hogy a pucs következő napján, azaz mai napon, meg 10 óra múlva a pucs leverése után nagy a tisztogatások kezdődtek, de nem csak hadseregen belül, hanem például bíróságon is 2700 bírát váltottak le. Pont ezt akartam megkérdezni, mi közük a bíráknak ehhez? Mert ugye mi laikusok kívülállóként azt látjuk, hogy a katonai egységek kivonultak a Boszporusz hídjához, az Atatürk repülőtérhez. Nyilván azok az atrocitások, vagy azok a megtorlások őket érik, azt nem tartja az ember jónak, de nyilván érthetőnek, vagy megérti. De az, hogy például bírákat tartóztassanak le, ezt például nem értjük. Ehhez tudni kell, hogy a jelenlegi politikai vezetés, Erdoğanék, a pucs mögött egy csoportot gyanítják. Erről is volt szó, Fethullah Gülen, aki Egyesült Államokban él, és egyik komoly, az ellenfele jelenlegi politikai vezetésnek. Tudni kell, egy időben együttműködtek, tehát a legnagyobb szövetségese volt, utána konfliktus keletkezett köztük. Tehát a Erdoğan szerint a Fethullah Gülen mozgalom az, amely most veszélyezteti államon belül való szervezkedésével. És ehhez kapcsolódik az, hogy a Erdoğan szerint Fethullah Gülen társaságnak a bíróságokon belül komoly ereje van, tehát az állami szerkezetet, apparátus próbál semlegesíteni és onnan kirakni Gülen társaságot. Engedjen meg még egy gyors kérdést. Mit gondol, mi lesz most? Mi lesz a következő lépés? Mit fog tenni Erdoğan? Hogyan próbálja meg magát, gondolom, megúvni a következő ilyen pucskísérlet? Tisztogatások keletkeznek, olyanok lesznek véleményem szerint, amelyek normális időben nem lehettek volna. Tehát a Törökország egyébként is a demokrácia szempontjából enyhén szólva deficites. A 2000 újságíróról tudunk, börtönben van jelenleg, legtöbb újságíró Törökországban. A média függetlenségéről nem lehet beszélni, igazságszolgáltatás függetlenségéről nem lehet beszélni. Tehát a hatalom egyre inkább egy ember és egy állampárt kezében, de elsősorban ember kezében összpontosul. A terv az, hogy Törökországban elnöki hatalmat kell bevezetni. A tegnapig ez szerintem kérdéses volt, tehát a nép többséges akart, értette egyet ezzel a tervvel, de jelenleg más lehet a helyzet, tehát tegnapi pucskísérlet után és a tegnapi vérengzések után Erdoğan szerintem meg fogja kapni azt a
kreditet. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezeket. Önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztek bennünket. Ne menjenek sehova, mindjárt érkezem a legfrissebb hírekkel. Addig is viszontlátásra.